A csapatneveken tanakodnak a generációs nap résztvevői. A Hegyvidéki Kulturális Szalonban először rendeztek olyan vetélkedőt, amelyben idősek és fiatalok alkottak egy-egy csapatot. Az Arany János iskola diákjai és helyi nyugdíjas klubok tagjai főként azt tesztelhették, mennyire jártasak például kulturális területen. A cél az volt, hogy a két generáció közelebb kerüljön egymáshoz. Mi a Hegyvidéki Önkormányzatnál nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az alapszolgáltatásainkon túl olyan programokat kínáljunk az idősek számára, amik közösségépítőek, ahol jól érzik magukat. Ezt az alkalmat is arra szántuk, hogy idősek és fiatalok együtt vetélkedjenek. A rendezvényen vehették át oklevelüket azok az önkéntes segítők is, akik bekapcsolódtak a Szépkorúakért a Hegyvidéken program keretében létrehozott hálózatba. Most 12-en vállalták, hogy egy képzés elvégzése után rendszeresen segítenek a kerületben élő időseknek mindennapi teendőik ellátásában. A kezdeményezés célja, hogy megakadályozzák az időskori elmagányosodást. Az otthonukban élő idős emberek számára házhoz megy a segítség, egy hivatásos gondozónő formájában, aki elvégzi mind a lakáson belüli, mind az személyes higiénével kapcsolatos mindennemű tevékenységet, feladatot. És amire már nem jut ideje a főállású szakképzett gondozónőnek, például arra, hogy egy kicsit leüljön és csak úgy beszélgessen, vagy elkísérje valahova az idős embert, vagy semmi más, csak a mentális és a fizikai egészség megőrzése érdekében egy kellemes séta egy ilyen szép délutáni napon, ez már nem mindig fér bele a munkaidőbe, és az ilyen tevékenységek elvégzésére kérjük fel, illetve képezzük ki az önkénteseket. Az országban is egyedülálló hálózat jelenleg 30 önkéntes bevonásával működik. Csak nem 6 óra. Naponta ennyi időt tölt el különböző telefonok, tabletek és más eszközök kijelzője előtt egy magyar ember. A monitorok pedig a szemünkre is komoly hatással vannak. A képernyő előtt ülve ugyanis csak keveset pislogunk, és így egyszerűen védtelenné válik a szemünk, magyarázza az általunk megkérdezett szakorvos. Úgy tartják, hogy évtizedeken belül a lakosságnak túlnyomó többsége rövidlátó lesz. Ez a rövidlátás ez egy patofiziológiai folyamatnak az eredménye, tehát kényszerítjük a szemünket arra, hogy mindent a közelben, magunk közelében végezzünk, és igazából itt ennek az időtartama a lényeges, hogy itt 4-5 órán túli fókuszálásról van szó, ami nagyban terheli a szemet, az idegrendszert. A rövidlátás mellett más problémák is gyakoribbá váltak. Így egyre több embernél jelentkezhet a szürke és zöld hályok, illetve a szemfenéki meszesedés, vagyis makuladegeneráció. Ezek mindegyike hosszú távon vaksághoz vezethet, azonban a látás elvesztésének esélye nagyban csökkenthető, ha idejében fedezik fel a betegséget. Október a látás hónapja, minden évben különböző rendezvényekkel hívják fel a figyelmet a rendszeres szűrések fontosságára. Az optikák ilyenkor ingyenes szolgáltatásokkal várják a betérő érdeklődőket, látásvizsgálati szolgáltatással természetesen és szaktanácsadással. Ez 300 ponton az országban, 300 optikában elérhető ez a kampány. És az a célunk ezzel, hogy a látáskultúrát emeljük az országban, a lakosságban azáltal, hogy a lehető legmodernebb megoldásokat el tudjuk mondani a betérő látogatóknak, hogy milyen megoldások lehetnek. Eleve egy szűrési funkciója is van a kampánynak, ami arról szól, hogy esetleg ha valaki nem is tudja, hogy neki szüksége van a szemüvegre, csak a folyamatos fejfájásával küzd, vagy a fáradékonyságával, akkor ez a kampány kiválóan alkalmas arra, hogy kiderüljön az ő számára. Hogy... A kampányban szereplő optikák listáját a látáshonapja.hu internetes oldalon találják.